Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogy érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A jóslásoknál a díja mindig 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, és akik megrendelik az ingyenes hírlapot, havonta kapnak egy kedvezményes jóslást, asztrológiával 10000 forint helyett 6000 forintért. A videókat megtaláljátok a Facebook oldalamon, és van két lehetőség, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a remény, hiszen a hajó az a reményt szimbolizálja, és a gólyák jelentik a változásokat. Változott a gondolata, változott a terve, reménykedik abban, hogy minden jóra fordul. Ez a hajó lehet egy utazás, vagy külföldön él, és meg akar látogatni téged, vagy lesz egy közös utazás. Ez az út lehet egy közös életút is, egy lelki kapcsolat, és itt a gólyák jelentik a változásokat. Megváltozott a terve, vagy szeretne valamit változtatni a környezetében. Hogyan érzi magát? A fa azt jelenti, hogy kell számára a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhelye, ez lehet a baráti kör, hiszen a kutya jelentheti a barátokat, vagy jelenti a párkapcsolatot, és ebben az esetben a kutya jelenti a hűséget, hogy ő úgy érzi nálad, le tud gyökerezni, és hűséges hozzád. Mit fog tenni? Itt ez a medve jelenti a hitét, az életerőt, azt is, hogy te adsz erőt számára, és a gyűrű az jelenti a kapcsolatotokat, vagy lehet egy házasság tervezése is. Mi fűz össze benneteket? Itt a virágcsokor az jelenteti a te nőiességedet, szépségedet, egy gyönyörű környezetet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, és akkor ez a gyűrű lehet egy ékszer, vagy lehet egy eljegyzés is, egy házassági ajánlat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!